Kedves nézőink, Hajdú B. István köszönti Önöket az Emirates stadionból. Meleg szeretettel Faragó Rihárdot is üdvözlöm. Igazán megtisztelő, kedves Pisti, örülök, hogy itt lehetek. Reméljük, nem fogunk unatkozni, az Arsenal kezdőrugása minden esetre biztató. Támogatják a támadót. Helyzet! Az Arsenal rúghat most szögletet. Ennyit erről a támadásról. Ígéretesnek tűnik, valljuk meg. Ez zicser. Talán lett volna valaki, aki jó néhány méterrel arrébb teszi a kaput, akkor ez egy jó lövés. Valóban, kár volt így sietni ezzel a lövéssel. Ügyes, de milyen ügyes? Becsúszó szerelésre kerül sor. Elhal az akció a szerelést követően. Kapura lövi majd. Elvett az ellenféltől, de aztán elveszíti. Jókor jön a segítség. Akár gólhelyzetet is ki... Micsoda lehetőség! Elsőre hárított. Ad egy esélyt magának. Biztos lottózik is. Nem izgatta magát különösebben a kapus. Az alaponalon túl a labda, szögletrúgás az Arsenal javára. Ráteszi! Reflexből cselekedett, de megmentette kapuját a góltól. Szeretne felkerülni, mint gólszerző az eredményjelző táblára. És az ellenfél megszerezte a labdát, a támadásnak ezennel vége. Micsoda mozdulat! Ezekkel a passzokkal altatnak, csak keresik a rést.
az ellenfél jöhet. Pardobás. Segítséget kap társától. No, most egy jó, abszolút zicser. Akár gólhelyzetet is kialakíthat az Arsenal. Kirúgás, a kapus végzi a dolgát. Sikeres passz. Középről, de nem középszerű segítség. Itt a lehetőség. Szeretné megtartani a labdát, de sikerül-e? Jó átadás. El a kaputól azzal a labdával. Lendületbe jött az Arsenal, támadnak az ágyúsok. És rálövi, visszajön a kapufáról. Kiváló átadás. És aztán gól! Szépen laposan elküldte a kapus mellett a labdát a hálóba. Kedves nézők, itt a labdakezelés volt az elsődleges bravúr, utána tulajdonképpen rutin munka volt behelyezni az alsó sarokba a labdát. Veszedelmesen tör előre az Arsenal, kedves nézők. Folyik lábról lábra. Jó passz. A védőket kell dicsérni. Faragó Riárd és Hajdubé István szeretettel üdvözli Önöket. Lássuk, milyen meccsre van ma kilátás. Most kezdte el a játékot az Arsenal. Alig telt el néhány másodperc az első félidőből, eddig tapogatózó a játék. Te kire fogadnál a mai meccsen, Ricsi? Lehetek őszinte? Fogalmam sincs. Minden szempontból kiegyenlített küzdelemnek ígérkezik. Egyelőre ez mestermunka. Onnét már nem esélytelen. Szöglet következik, a Tottenham végezheti el. Mindegy, hová csak elakad. És a fejes. No, mi lesz ebből? Ott van, kérem szépen, ez benn van. Ajándék labdából született ez a gól. Óriási hibát követett el a kapus, ezért nem kap dicséretet. Vezet a Tottenham. Hát
és nem állnak le. Nagyszerű beadás! Rá tudta még fejelni! Igyon előtte célzó vizet, mert ez csúnyán mellé ment. Ígéretes passz. Szélről jön befelé. Sikertelen beadás, a labda az ellenféli. Vajon mi lesz ebből? Kicsit volt csak pontatlan a lövés. Nagyszerű labda. Segítség a pálya centrumába. Nagy harc a labdáért. Az utolsó pillanatban remek védekezés. Már nem egyedül kell küzdenie. Már csak a kapus. Akár gólhelyzetet is kialakíthat az Arsenal. Kivágta, de ebben a helyzetben azt hiszem nem lehetett cifrázni. Micsoda zicser! Gól, és ezzel döntetlen. Három esélyes meccset játszott ma az Arsenal. Nagyon nehéz lenne megtippelni, hogy ki fog győzni. Én nem is vállalkozom rá. Vajon kié lesz Szalaszti? Ezt a paszt nem lehet elérni, kimegy a pályáról. Micsoda helyzet! Az ötlet nem volt rossz, hogy Podolski kapura lőtt, de hát itt a fejes. Remek megoldás. És ott a gólhely. Ebből gól születhet. Micsoda gól! A 21. század egyik nagy csatárcsillaga lehet Podolski. Valóban, ha kiegyensúlyozott teljesítményt tud majd nyújtani, ez a gól minden esetre dicséretes. A Tottenham Hotspur vesztésre áll. Totál támad a Tottenham. Egy kis levegőhöz jutott. Megtette a magáét. Megérdemel egy-két ingyen sört a kapustól a többi csapattagon át. Gólhelyzet. Nem sokkal került el a kaput ez a lövés. Majdnem megszületett az egyenlítő gól. Nem sikerült megtartaniuk a labdát. Rá akarja lőni onnét? Azt is megtehetik. Ügyesen járatják a labdát. Már nem az övék a labda. Elvesztett.